Szeretettel köszöntöm a Credo TV nézőit. Eljött egy újabb alkalom, amikor együtt dobbanhat a szívünk arra, amit Isten készített a számunkra, és közölni akar nekünk. Ezekkel a műsorokkal az a célunk, hogy szüntelen változó világunkban egy biztos alapot nyújthassunk a kedves nézőknek. A Biblia, az Isten beszéde a biztos támaszpont. Szolgáljon az ige hirdetés tanulságul, vigasztalásul, és lássuk meg, hogy számunkra is hasonló helyzetben hasonló az Isten akarata. Irányítsa Isten gondolatainkat és lépéseinket akaratának megfelelően. Istennek igéit ezen a délutánon a
Teremtés könyvéből, Mózes első könyvének 44. részéből olvassuk, a 32. verssel kezdve, majd folytatva a 45. rész 15-ös verséig. Mózes első könyvéből tehát, annak 44. részéből, a 32. verstől kezdve a 45-ös rész 15-ös verséig így hangzik az ige. Mivel a te szolgád e fiúért az ő atyánál kezes lett, mondván, ha vissza nem hozom őt hozzád, mind éltig bűnös legyek az én atyám előtt, hadd maradjon azért a gyermek helyébe a te szolgád, az én uramnak szolgájánál, e gyermek pedig menjen fel az ő bátyjaival. Mert mi módon mehetnék én fel atyámhoz, ha egy gyermek velem nem lenne, anélkül, hogy ne lássam a nyomorúságot, mely atyámat érné. És nem tartóztathatá magát tovább József mindazok előtt, aki körülötte állának, és felkiálta, vezessetek ki minden embert mellőlem, és nem marad a senki nála, mikor megismerheti magát József az ő atya fiaival. És hangos sírásra fakad úgy, hogy meghallák az egyiptombeliek, és meghallá a fáró ház népe is, és mondta József az ő atyafiainak, én vagyok József, éle még az én atyám? És nem felelhetnének nék az ő atyafiai, mert megrettentek vala tőle. Mondta azért József az ő atyafiainak, jöjjetek közelebb hozzám, és közelebb menének. Akkor mondta, én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok vala Egyiptomban. És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előttetek. Mert immár 2 esztendő, hogy éhség van a földön, és még 5 esztendő van hátra, melyben sem aratás, sem szántás nem lesz. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy míveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmentselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten, aki engem a fáró atyává tett, és egész házának urává is Egyiptom egész földének fejedelmévé. Siessetek és menjetek fel atyámhoz, és mondjátok néki, ezt mondja a te fiad József. Az Isten engem egész Egyiptomnak urává tett, jöjj le én hozzám, és ne késsél. És Gósen földén lakozol, és én hozzám közel leszesz, mint te, mint fiaid, mint fiaidnak fiai, juhaid, barmaid és minden, amit van. És eltartalak ott téged, mert még 5 esztendei éhség lesz, hogy tönkre ne juss te és házad népe, és semmi, amit van. És imi a ti szemeitek látják, és az én atyámfiaimnak, Benyáminnak szemei, hogy az én szám szól hozzátok. Beszéljétek hát el atyámnak minden én dicsőségemet Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok, és siessetek, s hozzátok ide az én atyámat. És nyakába borul az ő öccsének, Benyáminnak, és síra. Benyámin is síra az ő nyakán. És megcsókolá mind az ő testvéreit, és síra ő rajtok, azután beszédbe ereszkedének vele az ő testvérei. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Valószínű, hogy József már rég szeretett volna valamilyen módon az ő testvéreinek bemutatkozni. De az előző rész arról szól, hogy még visszatartja Benyámint, még odatéteti a kupát, az ő serlegét a Benyámin zsákjának a tetejére, hogy könnyen megkapják azt, és azt olvassuk,
hogy még más gondolatai vannak. Most pedig ott áll, és kimondja az ítéletet, amit mi nem olvastunk, de az előző versekben benne van, Benyáminnak itt kell maradni. Lopott dolgot találtak nála, ami nem az övé, őt itt tartom. A legkisebbet, a leggyengébbet, Jákobnak a szemefényét. És most innen indul az ígénk, ebből a helyzetből, és azt a címet adnám a szolgálatnak, hogy testvérkapcsolatok rendezése. Kedves testvéreim, soha ne felejtsük el, hogy eljön az idő, amikor megfordulnak a dolgok. Amikor nem József könyörög a testvérei előtt, hogy ne bántsák. Mert amikor a kútba dobták, majd eladták, azt olvassuk, megemlékezik Ruben, megemlékezik Júda, a 42. versben olvasunk róla, mondának egymásnak az ő testvérei, bizony vétkeztünk mi a mi atyánk fia ellen, akinek láttuk az ő lelki szorongását, mikor nekünk könyörög vala, s mi nem hallgattunk rá, most ezért következik ránk a nyomorúság. A 37. részben még arról olvasunk, hogy József könyörög. Most pedig teljesen egészen más fennállásban látjuk a dolgokat, és ott van a 11 testvér József előtt, hogy még a szavukat sem halljuk, a szájukat sem merik kinyitni. Mennyire megfordította Isten a helyzetet? Soha ne felejtsétek el, kedves testvéreim, hogy mi emberek tervezünk, de Isten végez. Soha ne felejtsétek el, hogy minden az Úr kezében van, és ő forgatja azokat az ő akarata és terve szerint, és látjuk itt a dolgokat. Testvérkapcsolatok rendezése. És onnan indulunk, hogy Júda szólal meg először, mikor Benyámint vissza akarja tartani József fogolyként, és azt mondja, én kezességet vállaltam ezért a fiúért. Júdának már nagyot változott az élete, azóta, mióta József el van adva Egyiptomba. Eltemette nagyobbik fiát, Hért. Eltemette második fiát, Ónánt. És féltette a kisebbiket, és nem akarta hozzáadni Támárhoz feleségül. Ő maga is átélte azt, hogy milyen volt a Jákob gyötrődése, amikor a véres ruhát elibetették, és azt mondták, hogy a fiad meghalt. Valószínű, hogy a fiai koporsójánál eszébe jutott, és belé is belé hasított a fájdalom. De hogy ebben az emberben megváltozott valami, az arról szól, hogy amikor színre kell lépni, akkor nem bujkál. És nem mondja azt, hát most már, ha Benyámin itt marad, vigyünk ennivalót, legalább a többit mentsük. Ne. Azt mondja Józsefnek, a te szolgád kezességet vállalt ezért a fiúért. Ha nem viszem őt haza, én bűnös leszek egész életemben az én atyám előtt, és látni fogom azt a nyomorúságot, amely atyámat érné. Két dolgot emel ki Júda, amire ő rádöbbent, hogy ő bűnösként él, ha úgy megy vissza, hogy nem tartja meg a szavát egész életében, nem tudja helyrehozni. A második dolog, tudatában arra, hogy Jákob az ő atyuk gyenge, idős, és nem bírná ki ezt a sokkot, ezt a traumát, ami érné Benyámin elvesztésével.
és odaáll, és kezességet vállal. És azt olvassuk, hogy Júdának a megalázkodása, a színre lépése, Júdának az őszinte kiállása elindította a testvérkapcsolatoknak a rendezését. Megmozgatott valamit Józsefben, hogy József már nem bírt magával, is nem tudta fékezni magát, addig ült fejedelemként, kormányzóként, és adta a rendeleteket, hogy mit csináljanak a 11 férfiúval, de most remegett az egész bensője, folytogatta a sírás, és egy vágya volt, magához ölelni a testvéreit. Testvérkapcsolatok rendezésének első lépése, tanuljuk meg most Júdától az őszinte kiállás. Ne azzal kezdjem, és ne azt mondjam, hogy nem is tudom, hogy hogy volt, akkor másképp volt, akkor valahogy megtörtént a dolog, ne kendőzzük, ne magyarázkodjunk. Az őszinte kiállás. A testvérkapcsolatok akkor rendeződnek, amikor én odaállok a helyemre, és a másik is odaáll a helyére. Amikor tudom, hogy én mit kell vállaljak, és amikor tudom, hogy mi az én áldozatom. Júda nem kicsi áldozatot hoz. Az őszintesége nagyon sokba kerül. Valószínű, hogy rabszolgának fog visszamaradni, és többet nem látja családját, nem látja szülőföldjét, teljes kiszolgáltatottá válik, és már nem fiatal ember. 50 éven felül lehetett a bibliakutatók szerint. Lehet, hogy azt gondolhatta volna, hogy hát azért nem lenne jó, hogy az életem hátralévő részét így éljem. De Júda nem tanácskozik testtel és vérrel. Őszintén bevallja, hogy ő miért teszi, és vállalja az áldozatot. Testvérkapcsolatok második lépése, amikor vállalom az áldozatot. Amikor az őszinteség mellé hozzáteszem azt a részt, hogy én vállalom azt, hogy rendezem a dolgokat. Kedves testvéreim, nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy egy bocsánatkéréssel elrendeződtek a dolgok, mert őszinte voltam, és elmondtam, hogy hibás vagyok, bocsáss meg. Ne felejtsétek el, Zákeusnál nem ennyiben állt, hogy bocs, Uram. Hanem azt mondja, rendezem a rendeznivalót. Négy annyit adok annak, akitől tudom, hogy patvarkodással igazságtanul vettem el valamit. Négy annyit adok. És azoknak, akitől nem tudom pontosan, mit és hogyan vettem el, annaknak odaadom a fele vagyonomat. A kapcsolatok a rendezésének második lépése, ami nagyon sokat visz előre, az áldozathozatal. Nem elég az őszinteség. Tudjátok, testvérek, mi hozzászoktunk ahhoz, hogy elnézést kérek, bocsánatot kérek, és úgy gondolom, hogy meg van oldódva. És megyek tovább, mintha mi se történt volna. Rendezni. Helyrehozni a dolgokat. Pótolni a hiányt. Nagyon fontos, hogy az áldozathozatal megtörténjen. És azt olvassuk, mi módon mehetnék én az én atyámhoz, ha egy gyermek velem nem lesz? És Júda nem magára gondol, hanem az ő apjára és Benyáminra, és az ő kapcsolatukra. Az áldozathozatal mindig azért nehéz, mert önző vagyok, és önzők vagyunk. Magunkra gondolunk. Hát én megint én hozzak áldozatot. Megint én tegyek egy lépést. És úgy gondoljuk, hogy mi már tettünk lépéseket, sőt, hűha, hány méterrel megelőztük mi már a másikat. Soha nem fognak
a kapcsolatok rendeződni, ha magunk áldozatát olyan óriásinak látjuk, és úgy látjuk, hogy nekem nincs tennivaló, mindig csak a másiknak van. Júda azt látta, hogy ő Jákobbal szemben nem nézhet, az ő atyával, és nyugta többet nem lesz, csak Benyáminra fog gondolni, hogy vajon mi van vele a fogságba, és azt mondja, én maradok itt szolgának. De kérlek, őt engedd el. Hadd, hogy menjen haza. A testvérkapcsolatoknak a rendezése csodálatos, mert a szeretet alapján történik. És úgy csodálom, hogy Isten Józsefben munkálkodik. Valahogy eltávolítódik az egyiptomiaknak a szolgahada, és nagyon diszkréten, szemtől szembe, 24 pár között, a 24 testvéri szempár között rendeződik a dolog. Testvéreim, nem kellett hozzá bíró, nem kellett hozzá ügyvéd, nem kellett hozzá békítő. Nem kellett hozzá a fáraó. Még Jákob sem kellett, hogy kérlelje a fiait. Nem látjátok, milyen idős ag vagyok már, ma hónap meghalok, béküljetek már meg. Evel adnátok a legnagyobb örömet, okoznátok a legnagyobb örömet idős szívemnek. Nem. József mindenkit kiküld, és ott a körön belül. Először van a 12 testvér együtt. Először. Mert soha még így felnőtt emberként nem beszélgethettek. József távol volt, Benyámin utána született, és most együtt a 12 férfi Jákobnak a 12 fia. És azt olvassuk, hogy József szívéből feltör a sírás, a zokogás. És háromszor olvassuk azt, hogy sír és zokog. Az Isten szeretete mutatkozik meg, amikor végre összeterel bennünket, testi és lelki testvéreket, hogy rendezzük. Rendezzük sorainkat, kapcsolatainkat. Azért teremtett, azért ajándékozott, azért adott egymás mellé az Úr, hogy egymásnak bátorítói, vigasztalói, erősítői legyünk. És sír az Úr, sír a mi Istenünk, bánkódik azon, amikor látja, hogy marjuk, faljuk egymást. És int az ő ígében csak arra vigyázunk, hogy egymást meg ne emészszük. És ez a könyörületes lélek tör fel Józsefből, és úgy olvassuk, hangos sírásra fakada, úgyhogy meghallották az egyiptombeliek. Kihallatszott a szobákból, a teremből. Annyira meghallá a fáraó egész háznépe, és bemutatkozik József. Amikor Isten szeretete átjárja a szívemet, akkor másképp mutatkozok. És most figyeljétek meg a bemutatkozást. Én vagyok József, a ti testvéretek. Nem úgy mutatkozik be, én vagyok József, Egyiptom kormányzója. Ne. Én vagyok József, a ti testvéretek. A testvérkapcsolatokat rendezi az Isten szeretete, amikor úgy mutatkozok be a másiknak, én vagyok XY, a te testvéred. Nem a felettesed,
nem a parancsolód, nem ez vagy az, a testvéred. Az én testem a tied, és az én vérem a tied. És a te tested az enyém, és az én vérem, és a te véred közös. Ez jelenti a testvér szó. Vérbeli testvér és lelki testvér. Mert együtt veszük az úrvacsorakor a Krisztus testét, Krisztus vérét, a kenyeret és a pohárt. Egy testből, egy vérből valók vagyunk, a Krisztus teste. És a rendezés akkor történik meg, amikor tudom, és tudatában vagyok annak, hogy én miért vagyok, és mi az én feladatom, és odaállok. Akkor áll fel a rend. Mert így vagyunk a lakásunkban is, sok mindent összeborogatunk, megkezdődött az iskola, és láttuk azt, hogy a gyermekeink otthagynak könyveket, otthagynak füzeteket, szanasz héjjel megyük és szedjük össze, vagy szedetjük össze velük, hogy rend legyen, hogy kerüljön a helyére. Most azt látjuk, hogy a helyére kerülnek a dolgok, és József arról beszél, nem ti küldtetek engem. Nem ti, a ti akaratotokból adtatok el a Midian kereskedőknek, Isten küldött engem. És azon a helyen vagyok, ahova Isten küldött. És azt a szolgálatot végzem, amire ő bízott meg. A rendezés azt jelenti negyedsorban, hogy odaállok az Istentől megszabott helyre. És ezt világosan látom. Ez nem szürkül el a szemem előtt. Sem bosszú, sem féltékenység, sem fáradtság, sem egyéb nem szürkíti el előttem a helyemet, a hivatásomat, a szolgálatomat. És olyan tisztán és világosan mondja a megdöbbent testvéreknek, 11 testvérnek József, az Isten küldött, és ne bánkódjatok. Túloldalt, megrőkönyödés, félelem, azt olvassuk, egy szót nem tudtak mondani. Egy szót nem tudtak szólni. Úgy megrettentek. Olyan sok hatás alá értek, hogy most mi fog következni, és a lelkiismeret megmozdult bennük, és hirtelen minden besötétedett. És figyeljétek meg, testvéreim, hogy nem tudnak leborulni. Még arra várni kell, hogy a 11 testvér bocsánatot kérje Józseftől. De József már megbocsátott. József azt mondja, siessetek, menjetek, hozzátok el atyámat, és a legjobb földet, Gósen földét adom nektek. Ott lesztek. Eltartalak benneteket, családotokkal együtt. Tudom, hogy mi a feladatom, és arra összpontosít. Siessetek! Hozzátok az én atyámat! Beszéljétek el atyámnak minden dicsőségemet Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. És siessetek, és hozzátok ide az én atyámat! Kétszer felhívja a testvéreik figyelmét, sietve hozzátok. Amikor Isten szeretete átjárja a szívünket, és odaállunk a helyünkre, és végezzük a szolgálatunkat, az Isten munkája bepördül az életünkben. És sietve megy. És úgy örülök azoknak a személyeknek, akik tudnak megbocsátani, és tudnak teljesen megalázkodni, és a másik javát munkálni. Tudjátok, testvéreim, József nem azt mondta, na ide figyeljetek.
Most még egyszer megbocsátok, de többet nem tárgyalok veletek, és soha többé Elimbe ne kerüljetek. Ez nem rendezés. Ezt tudjátok mi? Bürokrácia. Hogy a dossziét félreteszem, hogy valahol üljön rajta a por, és nem rendezem. Egy polcra, egy fiókba. Nem. És megtartom magamba a keserűséget, a haragot, és ilyen csendes, hidegháborús bosszút állok. Nem. József azt mondja, siessetek. Hozzátok atyámat. A legjobb földet adom, és eltartalak benneteket. Siessetek. Végül odafordul öccséhez, Benyáminhoz. És kedves testvéreim, így olvassuk, Benyáminnak van az első reakciója, amikor József sírását látja, és József átöleli, és testközelbe kerülnek, a Benyámin karja is elindulnak, ő is átöleli József nyakát, és sír a Benyámin is az ő nyakán. De figyeljétek meg, ez csak a kezdet volt. És nem azt mondta, hogy Benyámint ölelem, Benyámint szeretem, hanem ez volt a kezdet, és folytatódik a következő vers, és megcsókolá mind az ő testvéreit, és síra ő rajtuk, azután beszédbe ereszkedének vele az ő testvérei. És utána sorba vett a testvérei. És nem mondta azt, hogy Júda, te még próbáltál egy kicsit jó hatással lenni. Ruben, emlékszem, hogy te is próbáltál megmenteni. De a többiek? Nem. Nem tesz különbséget. Mindet átöleli, és mind testvére lesz. Feltétel és gát nélkül. Testvérkapcsolatok rendezése, mikor minden oda kerül a keresztövébe. Minden. És nem tartok vissza dolgokat, mert ha visszatartom, azok kicsi gócpontok, kicsi daganatok lesznek, betegségközpontok, amiből ismét az ördög a gyűlöletet, az irigységet, a keserűséget szétárasztja bennem. Mind kell neki a testvérek szeretete, és ő megnyitja szívét teljesen minden testvére felé, és mindnyájukat szívére öleli. Testvérkapcsolatok rendezése. És beszédbe ereszkedének vele az ő testvérei. Mikor ide jutottam, megmondom őszintén, annyira szerettem volna, ha nem avval az igeversen folytatódna, és eljut a hír a fáraó fülébe. Annyira érdekelt volna, hogy és mit beszéltek. A 12 testvér mit beszélhetett? Hogyan? Miként váltottak szót? Mert meg vagyok győződve, hogy nem az időjárásról, meg vagyok győződve, hogy nem közönséges dolgokról, hogy melyiknek hány lova, hány barma van, és nem is arról beszéltek, hogy mikor kéne majd kezdeni a szántást, vagy az aratást. Nem. Hanem olyan mélységes, intim dolgokról, amikor a szívük, a lelkük szólalt meg a nyelvükön, és a szív teljességéből szólt a száj. Kérdezem, testvéreim és testvéreid fele, hogyan nyilvánulsz meg? Általános, közönséges, hétköznapias, sablonos beszédekben? Vagy őszintén? Megindul-e a szívem, és a szív teljességéből szól-e a szája?
És kialakul-e az a társalgás, amit már olyan régóta vár az Úr, az a kommunikáció, amit elvágott a sátán. Mert testvéreim, ne felejtsétek el, ez az ördögnek a munkája, a szétdobálónak, hogy úgy dobáljon szét bennünket, hogy a kommunikáció, az együttműködés, a testvériség megszakadjon. De az Isten szeretete olyan nagy, hogy a kommunikációt helyreállítja. Tudjátok miért? Mert nekünk, új szövetségi hívőknek a Krisztus testében van kegyelem és van békesség. Azért, mert Isten a kereszten keresztül, az ő fia áldozatán keresztül azt a kommunikációt elindította velünk, bűnös emberekkel, hogy mondja nekem és neked, hogy kész vagyok megbocsátani, sőt, fiamban megbocsátottam, ha kész vagy rendezni dolgaidat. És testvéreim, ne engedjük, hogy ismét valamilyen módon tönkre tegye a kommunikáció csatornákat a sátán. Ne engedjük, hogy bedugja a füleinket, meghomályosítsa a szemünket, bízalmatlanná tegyen bennünket egyiket a másik felé, ne merevedjen meg a kezem a jó cselekvésre, és még a szám se a másik dicséretére, vagy a másik áldására, köszöntésére. Ne merevedjen meg. Hanem emlékezzünk arra, hogy Krisztusban a megbocsátás, a helyreállás, a rendezés alapfeltételét megadta nekünk az Isten. És mi ezt kell viszonozzuk tovább. Ezt kell továbbadjuk. És kedves testvéreim, a krisztusi szó, a keresztény szó erre szólít fel engem és téged. Föl keresztények bátran, zengjétek! Zengjétek a rendezés, a reménység, az élő hit evangéliumát, hogy Krisztusban testvéri kapcsolatok rendeződnek. És amikor együtt állunk oda az Úr elé és imádkozunk, Isten az ő lelkét kitölti ránk, és olyan mélységben adja, amely felülhalad minden gondolatot, és megőrzi békességben a mi szívünket. A krisztusi név, a keresztény név kötelez. Nemrég egy fiatalember kocsijában ültem, és ismertem régebb óta, hogy elég gyorsan vezet, és gyorsan váltogatja a sávokat, és mindig megkapja azt, hogy jobbról, balról, valahonnan előbbre jusson egy-két kocsival. Aztán most beültünk, és mentünk, és csak ugyan sietős volt a dolog, de nyugodtan várt, nem sietett, nem hajtott fel a járdára, nem előzött jobb oldalt, nem dudált, és kérdezem, hogy mi történt? Azt mondja, kitettem hátra a halat. Kitettem hátra a hátsó szélvédőre a halat, és az engem kötelez. Hogy előzzem meg a másikat jogtalanul, és az lássa, kitéve, hogy én Krisztus gyermeke vagyok. Az engem kötelez. Tudod, azt mondja, már kétszer levettem, de visszatettem harmadjára is, és azt mondtam, Uram, bocsáss meg, hogy a magam akarata, még akkor is, ha veszélybe viszi az életemet, kedvesebb, mint a te nevednek a dicsőítése. Most elhatároztam, soha többé nem veszem le. De azt se akarom, hogy mások szídják és káromolják a Krisztus nevét én miattam. Amikor ott benn rendeződnek a dolgok, akkor rendeződik a testvéreink fele is a dolog. Mikor én kommunikációba, és mi, kedves testvéreim, kommunikációba jutunk az Úrral,
és rendeződik az Úrral a kapcsolatunk, és békességünk van Istennel, akkor keressük a békességet testvéreinkkel. Az Úr kegyelme legyen áldott. És nem tudom, hogy hogyan viselkedsz, hogy vezetsz, hogyan beszélsz. De bátorítal a kedves testvérem, tedd ki a halat a következő hétre. Tedd ki a halat az életedre. A Krisztus jelét az Úré vagyok. És nem akarom, hogy ő káromoltassék miattam. Nem akarom. Úgy akarom a környezetemben bemutatni őt, mint dicsőséges urat. Úgy akarok eljárni testi és lelki testvéreim között, hogy magasztaltassék az én uram. És nem leszek képmutató, és nem leszel képmutató, hanem Krisztus hordozó. Ez csodálatos Józsefnél, hogy ott volt a megbocsátás, ott volt a Krisztus előképe az életében. Többé nem kell.
Köszönjük figyelmüket és azt, hogy végig kísérték a Credo TV magyar nyelvű műsorát, a Szívdobbanást. Isten kegyelme és szeretete kísérjen el valamennyinket, amíg újra találkozhatunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Találkozzunk a jövő héten, ugyanebben az időben és ugyanitt.